Április 15-én hivatalosan is leáll a központi fűtés. A társasházak ezután egyénileg kérhetik a szolgáltatás folytatását. Április 15-e a jogszabályban előírt dátum, amikor a fűtési idény véget ér. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a szolgáltató automatikusan kikapcsolja a fűtési rendszereket. Tehát ezt külön kérni nem kell, viszont azt igen, hogyha esetleg április 15-e után valaki fűtést igényelne. A fűtés egyébként a jó időre való tekintettel napközben már most is szünetel, hiszen a rendszerek automatikusan leállítják és szabályozzák magukat, azonban előfordulhat, hogy esetleges rossz idő esetén ismét szükség lesz a fűtésre, ilyenkor az igényt a közös képviselőnek vagy a fűtési megbízottnak kell jelezni. Hőközpontonként tudjuk elindítani a fűtést vagy leállítani, tehát ez azt jelenti, hogy egy épületet egy egységként tudunk kezelni, tehát az ő kérésüket tudjuk befogadni és indítani újra a fűtést, illetve leállítani. Szauter Ákos hozzátette, hogy a szolgáltatónak május 15-éig rendelkezésre állási kötelezettsége van, tehát a különböző felújítási és átalakítási munkákat, értve ez alatt például a radiátorcserét, csak ezután lehet a gyakorlatban is elkezdeni, ehhez pedig előzetesen a szolgáltatótól kell hozzájárulást kérni. Fontos továbbá, hogy mindezt akár hónapokkal vagy évekkel korábban is meg lehet tenni, hiszen az ilyen jellegű igény és kérés nem évül el.